A népzene és a néptánc, a népköltészet és a nyelvjárások eltűnőben vannak. A Bukovinából hozott tánckincs régi székely örökség. Ennek megőrzését és továbbadását tűzte ki célul a Székely Unokák csoport Bátaszéken. A hagyományőrzés azonban nem korlátozódik kizárólag a zenére és a táncra, hanem a bukovinai székelység néphagyományait kívánják tovább éltetni. A csoport a bátaszéki székelyek baráti körén belül működik. Úgy gondoltuk, amikor 2016 őszén három házas pár összefogott, egyetlen egy estére szerveződtünk, egész pontosan a 2017. január végén megtartandó bálunknak a nyitó táncát gondoltuk, hogy bukovinaiasan táncoljuk, és hát Péter tanár úr bevállalta, hogy megtanítja velünk ezt a nyitó táncot, majd szerintünk olyan jól sikerült, hogy egybe maradtunk. Természetesen lehet külsősöknek is csatlakozni. Nálam nagyobb emberek mondták, hogy bukovinai székelynek már születni nem tud az ember, de azzá válni lehet. Úgyhogy szívesen látunk bárkit. Jelen pillanatban 23 fővel működünk. Nem külön egyesületként, hanem a bátaszéki székelyek baráti köre keretein belül működik a tánccsoportunk. A bukovinai székelyek magukkal hozták énekeiket, táncaikat, de most már az utódok, az unokák, a dédunokák feladata ezek megtanulása, megőrzése, továbbadása. Molnár Péterrel ugye mi egyéb csoportokban is találkoztunk, van egy kis kórus, ahol együtt éneklünk, onnan ismertük egymást. És hát ugye ők voltak azok, akik ezt az egész úgymond székely unokás vonalat elkezdték, ugye a fiatalabb generáció vette át itt a feladatokat a Székely Egyesületben, akkor én még nem voltam a tagja, és hát akkor felvetődött ez a lehetőség, vagy ez a igény, hogy egyrészt a székely báloknak a megnyitójára esetleg, hogy tanuljunk meg egy táncot, meg úgy egyáltalán megismerkednének a saját tánchagyományukkal, és én ugye már régebb óta táncoltam, a Felvidék Néptánc Egyesületnek is tagja vagyok, és ott mi tanultunk bukovinai táncokat. És akkor én mondtam a Petinek, hogy én tudok ebben segíteni, nagyon szívesen, szóval végül is így indult a dolog, egyébként három párral indultunk összesen, három pár volt a kezdő csapat, még a Felvidékből jöttek páran, és akkor így kitettünk egy kisebb csoportot, az első úgymond fellépés alkalmával, ami egy székelybálnak a megnyitója volt, de aztán annyira megtetszett a tánc mindenkinek, és ott a székelybálon, és akkor utána kezdtek csatlakozni az emberek, aztán a kórusból is, hiszen akkor ezután már arra az évre, hogy ez a székelybál, ez általában február környékén szokott lenni, és akkor azt terveztük, hogy hát akkor már karácsonyra is csináljunk egy műsort, a kórus már régebb óta létezett, ugye, és akkor én azt mondtam, hogy mindenképpen akkor próbáljunk meg egy olyat, ahol az egyesületnek ez a két csoportja együtt szerepelhet a színpadon. Akkor a kórusból is voltak, akik kedvet kaptak ahhoz, hogy mégiscsak jönnének táncolni, és így szépen gyarapodott a csoport, és most ott tartunk, hogy nagyjából 10 pár az, akivel dolgozunk. Azóta több koreográfiát is már megtanultunk, és hát igyekszünk magunkat egyre jobban, vagy egyre mélyebben belásni a bukovinai székelyeknek a tánchagyományaiba, és egyáltalán a néphagyományaiba, hiszen klasszikus hagyományőrző csoportról van szó. Tehát mi másfajta táncokkal nem foglalkozunk, csak a sajáttal, és a célkitűzésünk is ez lett azután már, hogy itt az Egyesületnek a rendezvényein tudjunk szerepelni, annak adjunk valamiféle méltó keretet, tehát ehhez kapcsolódó műsorokat csináljunk. Aztán ugye ez kibővült azzal, hogy egyáltalán Székely Szövetségnek a rendezvényein való fellépés, illetve még a városnak a rendezvényein való fellépés, tehát úgy döntöttünk, hogy nem leszünk ilyen úgymond hakni csoport, tehát most ilyen elhívnak akárhová, hogy gyertek el, mert szüreti felmenés, szóval ilyeneket általában nem szoktunk elvállalni, hanem így, ahogy mondtam, hogy általában a székelyberkeken belül és városi rendezvényeken ez az alap célkitűzés a csoportnak.